Mi vagyunk azok a nem létező cigány buddhisták, akik Borsod megyébe iskolát működtetnek. Szeretnénk bemutatkozni a Jobbik egyik képviselőjének, aki bennünket egy hónappal ezelőtt interpellált a parlamentbe, hogy nézzen velünk szembe, akik azok, akik nem léteznek. Láttam őket, én ma is kiállok amellett, amit elmondtam, hogy ez a úgynevezett buddhista közösség nagyrészt csak pénznyúlás miatt jött létre. Nekünk nem párt a Jobbik, csak ugye mi ki vagyunk téve a Jobbik martalékának. Annak bizonyítékai arra, hogy ez nem törvényes? Most folyik egyeztetés bizonyos körökkel. Én rengeteg pedagógustól hallottam erről információkat. Nem akarok még ennek elébe menni, de szerintem igen. 19 éve átépült, 17 ezer ember dolgozott, és magyar anyagból, magyar munkás közek építették. Iskolahálózatot tartunk fönt Zalától Borsod megyéig, közel 1200 diákkal találkozunk napi szinten. Itt szembesítem őket tulajdonképpen a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának képviselőivel, illetve a Közigazgatás és Igazságügyi Minisztérium képviselőivel. Beülünk és figyelünk. A Jaibin közösség, aki kutya kemény vidéken végzi a tevékenység és a dolgát, és köszönöm szépen, hogy sokan itt vannak ma közülük a parlament ülés termében. Ezek a közösségek úgy veszítik el karitatív missziójukat, lehetővé tevő helyzetüket 2011. december 31-én éjfélkor, hogy módjuk sem lehetett arra, hogy egyházi státuszért a parlamenthez forduljanak, hiszen ezt csak az új esztendőben tehetik meg. Egyelmet kérnek és könyörületet. Az új egyházi szabályozás minden tekintetben kielégítő, hiszen egyrésztről biztosítja a vallásszabadságot, másrésztről pedig a intézményi ellátottaknak a biztonságát is szavatolja, hiszen olyan garanciális rendelkezések vannak benne, amelyek mind a jogfolytonosságot, mind a finanszírozást rendezik. Így ezek a problémák, amelyeket ön is felvetett, valójában megoldott problémák. Egyedül Balogh Állam titkár volt az, aki leült velük, de semmiféle fajta biztatást nem kaptak. Foglalkozzon vele a bizottság, nincs ez rendben így. Balogh Állam titkárral valóban tárgyaltunk, és ígéretet tette arra, hogy az iskolánknak a működése az meg lesz oldva. Ez egyházi státuszunkról nem esett még szó, úgyhogy nekem sem kielégítő ez a